hetedik osztály, mechanika témaköréből, kinematika rész, mozgások vizsgálata. Első és legegyszerűbb mozgásforma, egyenes vonalú egyenletes mozgás. A rendelkezésünkre álló kísérleti eszköz egy légpárnás sín, 2 méter hosszú a pálya, sok-sok apró lyukkal kifúrva, amelyből levegő áramlik kifelé. Rendelkezésünkre álló korszívó, amelynek a segítségével levegőt fújunk a csőbe. És látjuk a kis kocsi körülbelül nyugalomban van, tehát a pálya vízszintes. Ha adunk neki egy kezdő sebességet, akkor látjuk a levegő felfelé áramlását következtében, gyakorlatilag surlódás nélkül mozog. Tehát ez egy surlódás nélküli mozgás jó közelítése. Picike természetesen van. Látjuk rugalmas ütközés a végén, illetve a másik végén nincs egy ilyen rugalmas ütközés, tehát még az is a rugalmas ütközés közé sugallható. A még segítségül fog szolgálni itt számszerű mérés végrehajtása, nem csak egy látványos dolgot figyelünk meg, hanem méréseket is végzünk. Egy fotokapu, amelyikkel megnézzük a kocsi áthaladásának idejét. Itt van egy kis zászló, amelyik eltakarja a fény útját. Itt egy 2,5 cm-es szélességű zászlóval, illetve egy másik kis kocsinál 10 cm-es széles ez a kis tégla, 10 cm hosszú, és amíg áthalad a kapu fény, itt van egy adó és egy vevő, amelyik érzékeli a fény beérkezését, amíg takarja a fény, addig egy mérőberendezés méri a áthaladás idejét. Tehát 10 cm a jelen téglaknak a hosszúsága, 10 cm-es hosszúságú útnak az idejét tudja megmérni a fotokapu. És ebből ki tudjuk számítani a sebességét a kiskocsinak. Úgyhogy az első kísérleti első mérési feladatunk, mérjük meg a kiskocsi sebességét. Ehhez tehát lenullázzuk a berendezésünket, amit próbálgattunk és voltak méréseink, úgyhogy mérjük meg a sebességét ennek a kiskocsinak ebben az esetben. Jó. A mért idő 0,32 másodperc, a megtett út az 0,1 méter, tehát a 10 cm-es hossznak kell elmozdulni, amíg újra fény megy a adó felé, vagy a vevő felé. Tehát a elmozdulás 0,1 méter, az eltelt idő 0,32 szekundó. A sebesség akkor az elmozdulás hossza az idővel, mennyi lesz ez? Ki tudják számolni a diákok, kinek van eredménye? Mennyi? 0,32 az ugye 10 cm-re osztottál, akkor 0,32 cm per szekundó. Mondjál, hogyha te 0,1 méterre osztod, ami elég könnyű, mert 10-el kell szorulni, akkor az 0,1 métert osztod 0,32 szekundummal, az mennyi lesz? Tehát 0,1 méter osztod 0,32. Esetleg nézzük meg egy másik mérést még. Oké. Tehát egy nagyobb sebességgel elindítva,
mennyi lett az idő, amit mértünk. Nulla egész 16 század szekundum, akkor a sebességünk 0,1 méter osztva 0,16 századdal, az mennyi lett? 0,6 méter per szekundum. Még egyszer 0,1 osztva 0, mennyi volt az idő? 16 század szekundum. 0,62 méter per szekundum. Jó, tehát egyenletes mozgásnak ugye az a kritériuma, hogy egyenlő idők alatt egyenlő utakat tesz meg a test, bármilyen kicsi egyenlő időről választunk is. Esetleg az egy mérési feladat lenne, hogy egyenlő idők alatt megjelöljük a testnek a pályán meglévő helyét, és akkor erre mondjuk egy metronómot lehet használni. A metronóm egyenlő időközöket jelöl, és te jelzed a pályán valóban egyenlő idő, tehát egyenlő utak tartoznak. Tehát ez csak egy javaslat. Ha van egy metronómom, eltűnt mindenre egy elektronikus metronóm, próbáld elindítani. Jó. És akkor akinek gyors reflexe van, ezt kéne csinálni, ugye a pálya mentő. De ez nem olyan egyszerű kivitelezni, hogy megfessem a pályát egyenlő időben, ilyen gyorsan, mert egy gyors metronómja. Ugye? Gyors. Jó. Rendben. Egyenes van egyenletes mozgásnak, tehát a egyik megjelenítője, egy szemléltetője ez a légpárnás sín, amelyikkel első kísérletben sebességet próbáltunk mérni, és a második kísérletben majd a gyorsuló mozgásra fogunk kitérni.